Ez volt az első csúszás a most átadott és 3 millió forintból épült játszótéren Varsádon. A településen utoljára 18 esztendővel ezelőtt épült játszótér, mondta Andrássy Zoltánné polgármester, aki arról is szólt, ezekkel a beruházásokkal lehet segíteni a helyben maradást. Ugyanilyen fiataloknak, illetve a fiatalokat idevonzása, fiatalok idevonzása céljából pályáztuk meg az óvodánk felújítását, óvoda tetőfelújítás, illetve a villamos hálózatot újítjuk meg, valamint az óvoda udvarunk is megújul, tehát szeptembertől egy új óvodába érkezhetnek a gyerekek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, a kis települések a fejlesztéseknek köszönhetően közelebb kerültek a városok ellátottságához. Ezek a beruházások, ezek a fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élő emberek jól érezzék itt magukat, biztonságba tudják a gyerekeiket, az óvodákba, iskolákba, játszótereken, és úgy menjenek el nap mint nap dolgozni a városokba, hogy tudják, hogy gyerekeik jó kezekben vannak. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is szólt, a kis települések ma már olyanok, mint a nagyvárosok kertvárosi részei vagy elővárosai. A fejlesztéseknek köszönhetően mindinkább azt a funkciót is fogják majd ellátni itt, Tolna megyében is.